Ugrai átjött ide a bal oldalra. Most jól tolja meg Ugrai. Szépen vissza a gól! Vezet a Ferencváros. Ugrai átkerült ide a bal oldalra. És megszerzi a vezetést a Fradi. Ha jól látom, Bőnik volt az, aki ott középen kapta a labdát. Nagyon szép volt, hogy megtolja itt a szélen Ugrai, ki kijött a bal oldalra, és teljesen üresen marad a ferencvárosi játékos középen. Itt van még egyszer, csak el kell tenni a hosszú oldalra. 1-0-ra vezet a Ferencváros, véleményem szerint nem érdemtelenül, hiszen komoly mezőnyfölényt alakított ki a Fradi, és több nagy lehetősége volt. Mondjuk igazán nagy csak egy volt, az is egy kapus hibából, de hát folyamatosan ott volt a labda, ott zajlott a játék a Diósgyőri kapu előterében.